Mihály Péter, egészségügyi közgazdász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát őszintén szólva, fene se akar már megint kínlódni ezzel a kínai vakcinával, de szóba kell hoznom, mert hogy egyáltalán nem érzem tisztázottnak a helyzetet, miközben ugye az oltások elkezdődnek, vagy elkezdődtek, már nem tudom, minden esetre az engedély megvan. Valami megjelent egyébként a hatóság honlapján ezzel kapcsolatban, de hogy a hírekben is hallottuk, ez a kínai termékismertetőnek a fordítása csupán, és hát annak is csak egy része. Tehát több dolog tisztázatlan. Korábban az egészségügyi szakértő nekem azt mondta a Klubrádióban, hogy a Sinopharmot nem lehet beadni 65 év feletti alapbetegséggel küzdő embereknek. Most azt halljuk Müller Cecíliától, hogy kor és betegségre tekintet nélkül oltanak. Aztán azt is, hogy a harmadik fázis, hát hogy mondjam, csak hiányában azt se lehet tudni, hogy mennyire véd, mennyire biztonságos ez a vakcina. Tehát egy csomó kérdés van, amit én nem értem, hogy miért nem lehet tisztázni, mert akkor az emberekhez megtörténne, hát hogy mondjam, nyugodtabb szívvel mennének és fogadnák el a kínai vakcinát is. Ön mit lát ebben az egészben? Hát én ehhez csak egy tételt tudok hozzátenni a kérdések listájához. Nevezetesen azt, hogyha az ember figyelmesen olvassa ezt a közleményt, akkor rajta van, hogy ez egy decemberi állapot, ez egy decemberben készült szöveg. Bizonyára a kínaiaknak mindenféle tapasztalatuk összegyűlt azóta. Hát ezeket is jó lenne látni. De összességében sajnos a bizonytalanság nagyon nagy, és én senkit nem tudok megnyugtatni, hogy ne aggódjon. És legfőképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem az a probléma valószínűleg, hogy ez a kínai vakcina vagy az orosz vakcina egy-egy embernek beadva jelentős valószínűséggel problémát okozna. Itt az a kérdés, hogyha 1 millió embert oltunk be ezzel a vakcinával, amiről sok mindent nem tudunk, akkor mennyivel több komplikációra számíthatnánk, mint hogyha a Pfizer vakcinával oltanánk be ugyanazt az 1 millió embert. Tehát nem egy emberen szintjén a kérdés az, hogy melyik jó vakcina. Ha én elém leteszi egy orvos a kínai vakcinát, és azt mondja, hogy Mihály úr, vagy ezt kapja, vagy semmit, gondolkodás nélkül beoltatom magam a kínai vakcinával. De 1 millió embert beoltani, ez egy egészen más kérdés. Hát igen, mert ráadásul ugye a kormány arra hivatkozik, hogy de hiszen 30 millió embert beoltottak erre világszerte, csak hát nincsenek adatok, hogy milyen mellékhatások jelentkeztek kinél, és hogyan, és milyen korosztályban. És vajon minden korosztályt oltottak el, ezt nem tudjuk. Tehát az, hogy 30 millió ember, az egy szám. Így van, így van. Hát jó, itt tartunk ebben a pillanatban. Hát nem tudjuk egyébként, mert hogy a félelmek az orosz vakcinákkal szemben, mintha enyhülnének, talán túl soknak tartják az emberek, hogy két vakcinával szemben is ótkodjanak, de a kínaival kapcsolatban nem sikerült megnyugtatni. Az se világos, hogyha valaki elutasítja, akkor mi lesz vele? Mi hát az a sor vége? Van még egy bizonytalansági tényező, ami az elutasítást, elfogadást meghatározza. Ez pedig az, hogy ha lesz valami abból a tervből, hogy csak a beoltott emberek utazhatnak külföldre, mert a repülőgéptársaságok csak ilyeneket vesznek fel, akkor lesz bizony jelentősége annak, hogy milyen vakcinákat fogadnak el a repülőgéptársaságok. Nehéz elképzelni, hogy az Európai Unió által nem elfogadott vakcinát is elfogadja az EU. Ebben az esetben pedig mindenki bajba kerülhet, beleért a saját magamat is, aki az előbb azt mondta, hogy nekem nyugodtan beadhatják. Mert ha kapok egy olyan oltást, amivel nem szállhatok repülőre, de ugyanakkor nem olthatom magam még egyszer be, hogy hát akkor tessék adni gyorsan a Pfizert, mert holnap indul a repülőm Párizsba, akkor nagy bajba kerülök. Hát igen, igen. Ez így van sajnos. És akkor, hogy megint hozzátegyek egy kérdést, ez a csomaghozás, se új kérdés persze, hogy miért nem nyújtotta be Peking az Európai Ügynökséghez, vagy miért nem ért be már az orosz letűbeért, csak még nem végeztek a vizsgálatával, de Pekingbe se nyújtotta? Tudtommal Oroszország sem nyújtotta be hivatalosan, csak tárgyalgatott. Én néztem ilyen Európai Uniós, meg amerikai gyógyszer ajánlásokat, amelyeket ott föltesznek az internetre. Abból az látszik, és persze én ebben azért nem vagyok igazán közvetlenül szakértő, de az látszik, hogy ezek a gyógyszervizsgálatok, amelyeket megkövetelnek előzetesen,
ezek egy hihetetlenül bonyolult technikát és nagyon sok emberi munkát követelnek. Na most az világ nagy gyógyszertár gyárai, az AstraZeneca vagy a Pfizer több száz olyan jogászt, közgazdászt alkalmaz, matematikust, akik ezeknek a dokumentumoknak az előállítására vannak kiképezve, és már évente kettőt, hármat, négyet ilyet beadtak az elmúlt években. Most Kínában, Oroszországban ennek nincs meg a szellemi háttere, mert eddig soha nem csinálták. És bizony valószínűleg a felelős orosz és kínai vezetők azt mondták, hogy nem tesszük ki magunkat annak a blamázsnak, hogy visszautasítják. Hát, lehet, hogy csak akkor ez a technológia vagy technika hiányzik a dologhoz, a vakcinával egyébként semmi gond, de hát ezt kimondhatja el az embereknek tutira. Hát ez az. Egy felelős politikus nem mondhatja. Ezért mondtam ezt az előbb, és még egyszer hangsúlyozom, saját magamat beoltatnám, mint döntéshozó, biztos, hogy nem javasolnám, hogy az EU jóváhagyása nélkül bármilyen tömeges oltás legyen Magyarországon. Csak még egy lehet, ugye ez erről sem tudhat, de hát azért hadd kérdezem meg, ha viszont a házi orvos azt mondja, hogy kérem szépen, ennek az embernek olyan alapbetegsége van, vagy olyan állapotban van, stb. Hogy a kínait én nem merem megreszkírozni, akkor az egy büntetőpont-e? Már kinek büntetőpont? Hát mondjuk a betegnek. Tehát, hogy azt mondja, az orvos mondja, hogy nem javasolja, orvosi szakmai alapon nem javasolja. Ezt megteheti. Ezt minden körülmények között megteheti. Uh-huh. És akkor ezzel nem jár hátrány. Ez a diktú a C-vitaminra is mondhatja azt, hogy Kovács úr, én nem javaslom magának a C-vitamint. Igen, de éri emiatt hátrány, vagy érheti hátrány a páciens? Biztos, hogy nem éri. Biztos, hogy nem érheti. Aha. Jó, tehát nem megy a sor végére, ahogy mondani szokták, vagy szokta mondani a miniszterelnök. Ez sajnos azt a régi utamondást idézi fel, hogy járni jár, de nem jut. Hát igen, de hogyha a Pfizer... Ezt konkrétan is tudom háziorvosi praxisban, ahol azt mondja a háziorvos, hogy én szívesen adnék másmilyet, de sajnos nem adhatok, mert nincs. De arról volt szó, hogy pár hetes csúszással azért az AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer nagyobb mennyiségben fog szállítani az Uniónak, ebből következik a Magyarországnak is. Miért de ebből még nem következik, hogy a házi orvosok ezt automatikusan megkapják. Mert? Hát mert nem ilyen alapon osztják meg, mert lehet, hogy előbb a súlyemelők fogják megkapni. Ja, értem. De hát ez viszont tökéletesen átláthatatlan. Ez úgynevezett oltási terv, ami hol van, hol nincs. Igen. Hát akkor engedje meg, hogy kicsit tovább menjünk. Itt a demokratikus koalíció, de mások is mondják a szabad vakcina választását, gyakorlatilag arra hivatkozva, amiről eddig beszéltünk, és hát ez valamiképpen a kormány szempontjából súlyosan veszélyezteti a járvány elleni védekezést, az ilyen követelésekkel való előállás. Ön tekint most függetlenül attól, hogy ki ellenzéki, ki nem. Támogatná azt, hogy legyen egy olyan választék, állítson elő a kormány olyan választékot belátható időn belül, hogy akkor az emberek eldönthessék, hogy melyiket akarják, melyiket nem. Én ezt elvileg támogatom, de ennek nyilvánvalóan az az alapfeltétele, hogy az oltások többségét ne a házi orvosok adják be, hanem valami központi oltóhelyen, futballpályán, sport, koncertteremben vagy bárhol, ahol mondjuk egyszerre olt 30 orvos, és akkor 30 orvos tud 5-féle, 6-féle vakcinával oltani. Mert akkor azt mondják, hogy tessék felmenni a H-szektorba. Ott adják a kínai vakcinát, tessék menni a B-szektorba, ott adják a Pfizer vakcinát. Azt nem lehet egy házi orvosi rendelőtől elvárni, hogy a teljes palettát tartsa. Uh-huh. És az házi orvos adja azokat a papírokat az embereknek, amelyeket ott lobogtatni fognak, hogy nekem ez jár, azt meg nem kérem? Mert így ilyen betegségeim vannak. Ez szerintem alapvetően ez nem érdemes, nem a házi orvosokra ilyen formában rálőcsölni. Ennél sokkal sürgősebb a tömeges oltás. Igazándiból oda kellene minél gyorsabban eljutni, hogy korra, nemre, életkorra, bármilyen való tekintet nélkül az emberek elmehessenek ilyen tömeges oltóhelyekre, és azt mondják, hogy én ennyi idős vagyok, férfi vagyok,
Ilyen betegségei vannak. Igen. Tehát akkor a helyszínen dönt az orvos arról, hogy oké, okay, hiszek igen. magának, hogy maga jól mondja, és akkor ezt adom be. Így van, így van. És egyébként ez nem olyan nagy dolog. Én jól emlékszem, pár hónappal ezelőtt, talán novemberben, amikor még csak arról volt szó, hogy most már valószínűleg lesz előbb-utóbb vakcina, több ország, például Skócia eleve közölte, hogy ezt csak tömeges oltóhelyen fogjuk adni, házi orvosokat kihagyjuk ebből az egészből, mert nem lehet úgy megcsinálni, és ezt el lehetett volna már dönteni sok-sok hónappal ezelőtt, és sok ország is így csinálta, tudtam, hogy Izraelben is így csinálták, ezt nem lehet másképp. A fővárosnak sikerült, tehát talán az egyetlen eset, valami díjat kötni a kormánnyal az oltóközpontok fölállításáról, aztán valami 10 pontról van szó. Az helyes. Tudható erről bármi, hogy ez mikor lesz? Én nem tudok. Aha. Tehát van egy megállapodás, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem? Igen. Ha lesz, igen. akkor nem tudjuk, hogy mikor. Értem. És hát, hogy mondjam, nehéz azt feltételezni józan realitással, hogy a kormánynak az a célja, hogy a fővárosnak legyen egy sikeres akciója. Ez nagyon súlyos állítás volt, mert ebből az is benne van, hogy bármi áron. Ezt nem mondtam, hogy bármi áron, én csak azt mondtam, hogy a kormánynak ez nem áll közvetlenül érdekében. Értem. Még valamiről hadd kérdezzem meg, ez a vakcina szegénység kérdése. Magyarország igazából nem tartozik ebbe a csoportba, hiába van úgy, hogy a Unió is keveset szállít, meg az oroszok is mindenféle ígéret ellenére keveset szállítanak. De egy csomó ország van a világban, ahol azt mondják, hogy a legjobb esetben is a beoltottság normális mértékét 2-3 éven belül nem lehet elérni. Van-e valami tennivalója a gazdag világnak, az ENSZ-nek, bárkinek ez ügyben, hiszen egy világ, ami egyharmad részben van beoltva, a többi meg nem. Hát ez pont olyan veszélyes, mint ha nem történt volna meg az egyharmad beoltása. Nem egészen, nem egészen. Ugye itt két dologra érdemes figyelni. Az első, ez az adatok kérdés, amiről már beszéltünk arról, hogy mit tudunk a kínai vakcinával róla, amely például ezekben az országban oltanak. A válasz az, hogy semmi. De ha megnézzük a rendelkezésre álló adatokat, és az egyszerűség kedvéért mondjuk egy olyan szegény és nagy országot, mint India, Magyarországhoz hasonlítunk, akkor a helyzet az, hogy Magyarországon 1 millió lakosra számítva több mint 10-szer annyian haltak meg, mint Indiában. Sokkal nagyobb a probléma nálunk, mint Indiában. Most lehet azt mondani, hogy az indiai halálozási adatokban nem bízunk. Tehát ott 1 millió lakosra nem 113 halálozás jut, hanem ennél több. De ha nem tudunk egy más számot mondani, akkor azt kell elfogadnunk, ami van. Minden egyéb blöff. Tehát egyelőre az nem látszik igazoltnak, hogy a fejlődő szegény országokban sokkal többen halnának meg, nem. Lényegesen kevesebben halnak meg, mint a fejlett országokban. Na most, ha vegyük Indiát, ahhoz érzelmileg van sok köze, nincs magyar a rádióhallgatóknak. Ha Indiában nem lesznek az emberek beoltva, attól még az európaiak és a magyarok vidáman utazhatnak Indiába. Fordítva van a probléma. Tehát, hogy az indiaiak nem jöhetnek Európába, ha nincsenek beoltva. Na most nyilván az 1,3 milliárd indiai nem is akar jönni. Azt viszont meg kell oldani, hogy akinek dolga van Európában, vagy Amerikában, vagy Ausztráliában, azt beoltsák. És erre azért a nemzetközi szervezetek oda fognak figyelni. Minden további nélkül megoldható az, hogy aki utazik Indiából Európába, az ne csak vízumot szerezzen, mert azt is kell, hanem oltassa be magát. És ehhez szerintem ezek a nemzetközi szervezetek által gründolt alapok elég pénzt fognak nyújtani, hogy el lehessen menni. Megint az egyszerűségedre mondom, a Delhi repülőtéren egy héttel korábban, vagy két héttel korábban be fogják oltani azt, akinek repülőjegye is van. Ami a magyar adatokat illeti, tudom, hogy sokat szor tesszük fel ezt a kérdést, de hogy éppen most romlik a helyzet, a harmadik hullámmal magyarázzák, tudnélik, a fertőzés szám nő, a halottak száma nem, sőt, némi csökkenés mutat. Hogy ezt mi magyarázza? A rossz kezelés a helyzetnek, ami alkalmatlanság, mert úgy értem, hogy kevésbé vagyunk hajlandók az elvárásoknak megfelelően viselkedni, vagy mi az oka annak, hogy ennyire rosszul állunk?
Én azt gondolom, hogy az a megközelítés, hogy van első hullám, meg második hullám, meg harmadik hullám, ez valószínűleg téves megközelítés. Ez teljes félreértése a helyzetnek. Tulajdonképpen az történik szerte a világon, hogy terjed a vírus, és hogy az egyik országban egy adott időszakban, ami mondjuk lehet 3 hónap is, és egy kicsit jobban terjed, vagy kicsit kevésbé jól terjed, az részben attól függ, hogy mennyit tesztelnek, részben attól, hogy időnként hoznak olyan intézkedéseket, amelyekkel a kontaktusok számát tényleg lényegesen lehet csökkenteni, aztán máskor nem. De ezek tulajdonképpen lényegtelen különbségek. A helyzet az, hogy mindenkinek át kell esnie a fertőzésen. Magyarországon most már úgy tűnik, hogy 4 millióan már átestek. Ez borzasztó nagy szám, 4 millióan. A többit meg be kell oltani. És igazándiból, ha megnézzük a fejlett országok, most egyik félre a fejlődőket, a fejlett országban 1000 lakosra 1 vagy 2 halálozás jut. Ez nem olyan nagy különbség. A jó országokban, a sikeres országokban inkább 1, a kevésbé sikeres országokban 2. Tehát tulajdonképpen mindenütt ugyanaz a helyzet, hogy ennyien halnak bele a koronavírus járványba. Nagyjából tudjuk, hogy ezek idősek. Azt is tudjuk, bár Magyarországon ennek az adatát pontosan titkolják, hogy meghaltak igen jelentős része öregek otthonában, szociális intézményekben, bentlakásos, idős ember. Jó lenne, ha pontosan tudnánk persze, hogy ez mekkora arány. Szóval nincs olyan nagy különbség az adatokban. Ismétlem, 1000 lakosra 1 vagy 2. Körülbelül ez a 2 szélsőség a fejlett országokban. Ausztriában egy kicsit kevesebb, mint 1, Belgiumban kicsit kevesebb, mint 2, Magyarországon meg 1,5. Na most akkor ugye voltak ilyen bezzeg országok még az elején, Svédország tartozott közéjük, aztán kiderült, hogy sem olyan szép a leányzók fekvése. Most akkor tulajdonképpen az egész járványkezelése kapcsolatban az mondható, hogy senki se kezelte jól, de volt, aki rosszul és rosszabbul kezelte. Én inkább megengedőbben fogalmaznék, a fejlett országok, az EU-s országok mindenütt nagyjából egyformán kezelték, van, akinek egy kicsit több szerencséje volt, van, akinek egy kicsit kevesebb, és a korlátozásoknak is nagyon súlyos ára van, tehát aki egy kicsit szigorúbban kezeli, az lehet, hogy egy kicsit kevesebb halálesettel megúszza, de viszont más területeken lesz nagy probléma, és nagyjából ennyi. Tehát nincs érdemi különbség a kettő között. Egyébként annak idején a svédek maguk is azt mondták, és szerintem igazuk volt, hogy nem lesz különbség az országok között. Mindenütt nagyjából ugyanannyian fognak megfertőződni. Van, ahol aki tavasszal fertőzöttek meg, van, ahol ősszel, van, ahol idén tavasszal. Nagyjából mindenütt ugyanaz történik. Nincsenek csodák. Egy csoda van, és ezt azért nem árt hangsúlyozni, amit a világ gyógyszeripara és a gyógyszerkutatók nemzetközi együttműködése produkált itt egy év alatt, az egészen páratlan. Szóval, ha most kicsit más területre ugrunk, és a globalizációról beszélgetünk, akkor ha csak ez az egy dolog szól a globalizáció mellett, hogy sikerült egy év alatt vakcinát csinálni, ez már mindent megér. Hát igen, ezt kéne ünnepelni, csak hogy az emberek azt nézik, hogy mennyi jön be az ígéretek ellenére, milyen kevés, és hogy mennyi konfliktusa van például az Európai Bizottságnak mondjuk az egyik gyógyszergyártó valamelyik bizonyos mennyiséget vállalt, aztán kiderült, hogy mégse tudja. Szóval, hogy nagyszerű a felfedezés, csak hogy nem jön olyan mennyiségben, mint ahogy ezt korábban várták. Hát lehet, hogy erről persze az Unió tehet. De hát ugyanez történik mondjuk az orosz szállításokkal is. Ezek megint olyan bonyolult részletkérdések, aminek én nem vagyok szakértője, és nyilván nagyon kevesen ismerik a konkrét szerződéseket. 1-2 nappal ezelőtt azért megjelentek azok az elemzések, amiben kiderült, hogy az Európai Unió előbb szerződött a nagy gyógyszergyárakkal, mint Anglia, hogy a szerződések tartalma szinte szó szerint ugyanaz. Szóval azt hiszem, hogy itt volt egy kis média túlhajtás. Szerintem nem csináltak különösebben hibát az Európai Uniós tárgyalófelek, lényegesen olcsóbban szerezték be a vakcinákat. Ha valamiről érdemes beszélni, és ez is az, hogy vannak olyan országok,
amelyek potyautasként viselkednek, történetesen egy M betűvel kezdődő ország, amit mind a ketten ismerünk, és ez nagyon csúnya dolog, de még ha visszamegyünk a folyamat elejére, akkor én annak idején is nagyon-nagyon rossz ötletnek tartottam a határok lezárását az Európai Unión belül, ami az elején is megtörtént, aztán volt, talán sokan emlékeznek a rádióhallgatók közül, amikor a Lamans csatornát lezárták az angolok, meg a másik oldalon a franciák, és kamionok ezrei álltak ott. Szóval ezek teljesen értelmetlen és rendkívül káros bizalomgyilkoló lépések voltak. Teljesen világos szerintem, hogy az Európai Uniót egy egységes kockázatközösségnek, egységes politikai közösségnek kell tekinteni, ahol nem lehet akkor utazásokat korlátozni. A politikusok megszólalnak és mondanak időpontokat. Nyár közepe, nyár vége, nyári immunitás ekkor meg akkor. Mennyire lehet ezeket komolyan venni? Tehát tudható, mondható-e biztosan a társadalomnak, hogy mikor lesz, hát nem is vége a dolognak, de mikor szabadulhatnak föl egy kicsit? Szerintem ezekre a kérdésekre senki nem tud exakt választ adni. A közvélemény egészségesen szkeptikus a politikusokkal szemben, hogy a politikusok össze-vissza ígérgetnek, ez sajnos a legtöbb országra igaz. Van, ahol az ellenzék ígérget, van, ahol a kormány ígérget, van, ahol mindenki ígérget. Ezeket tényleg csak az általános bizalmatlansággal lehet kezelni. Most persze azt lehet mondani, hogy olyan politikus nincs, aki azt ígéri, hogy jövő szerdára vége legyen a járványnak, tehát akkor az fél éve, egy éves az reális, és olyan politikus sincs, aki azt mondja, hogy ez még 100 év múlva is itt lesz. De hogy ezen belül ez 1 év múlva, 2 év múlva, vagy 3 év múlva szűnik meg, ezt szerintem felelősen senki nem tudja. Valószínű, hogy viszonylag gyorsan meg fog szűnni, kezelhető szintre esik vissza, de nem tudjuk. Van még itt valami, amiről mostanában kezdenek elírni, tudnék, hogy nagy mértékben berobbanhat mégiscsak az influenza járvány, és fura módon éppen azért, mert a közösségi távolságtartás miatt a nyári immunitás nem jön létre, vagy csökken. És hát éppen a britek mérték azt, hogy nagyon kevés halálos esetet regisztráltak, már mint influenza járványban meghalt embereket, ami szerintük azt jelenti, hogy az influenza fertőző képessége nőni fog. Ez természetesen lehetséges. Minden esetre, ha már így a múltbeli ügyeket vesszük számba, akkor azért érdemes megemlíteni, hogy ősszel és a tél elején Magyarországon közel 1,5 millió embert beoltottak influenza elleni oltással, engem is. Teljesen értelmetlenül, ezt előre is tudni lehetett, hogy nem lesz influenza járvány. A politika éppen akkor ezt csinálta, meg hát amúgy is már meg volt rendelve az influenza vakcinát, tehát akkor eloltották. Teljesen fölösleges volt 1,5 millió embert beoltani, mert tudni lehetett, hogy nem lesz influenza járvány. Na most az egy izgalmas kérdés, és tudtommal erre senki nem rendelkezik jó válasszal, hogy itt azért nincs influenza járvány, mert a kézmosás, meg a maszk, meg a távolságtartás kiszúr az influenza vírussal is, és emiatt nincs, vagy, és én személy szerint ezt tartom valószínűbbnek, egyszerűen a SARS vírus, a koronavírus kiszorította az életért való küzdelemben a influenza vírust. Tehát azt a helyet, amit a szervezetünkben az influenza vírus szokott elfoglalni, és évente megöl sok 10 000 embert szerte a világban, vagy 100 000 embert, azt a helyet most a koronavírus tölti be. A koronavírus verte meg az influenza vírust, és nem az influenza oltás. Magyarán ez a járvány, amiről beszélnek, ez nem valószínű. Én nem tartom valószínűnek, és még az is inkább valószínű, hogyha a következő években még jelentős mennyiségű koronavírus fertőzött lesz a világban, például a harmadik világ országaiban, akkor ez továbbra is a koronavírus javára dönti el a meccset, és az influenza vírusok egyszerűen nem tudnak labdába rúgni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt. Minden jót. Minden jót. Mihály Péter egészségügyi közgazdász volt velünk.